Szerelem, harag, féltékenység. Ez jellemzi a francia zeneszerző Léo Delibes balettjének történetét, a Coppéliát. A darabot először a párizsi nagyoperában mutatták be 1870-ben. A mű a bemutatón nagy sikert ért el, később pedig az egész világon népszerűvé vált. A szerző Erkel Ferenc meghívására többször járt Magyarországon, hogy művét saját maga vezényelje. A Coppélia mára a legnevesebb balett darabok közé sorolható. Delibes sikerének titka, hogy megfelelő mértékben ötvözte a 19. század elejé romantikus és a 18. századi klasszikus francia balett zenét. Életerővel, vidámsággal töltötte meg a régiessé vált előadásokat. Delibes zenéje a francia balett megújulását hozta magával. A táncjátékot hazánkban Harangozó Gyula koreográfiájával mutatták be. A díszletek és a tánc mindig a könnyed játékosságra helyezte a hangsúlyt. A most következő előadást eredeti díszletekkel, jelmezekkel együtt újította fel az Operaház. A három felvonásos balett főszerepeit Popova Alessia, Kovács Tibor és Castillo Dolores táncolják. A Coppélia egy lengyel kisvárosban játszódik. A darab egy furcsa bábmester és nem mindennapi bábujának történetét mutatja be. Adott egy jegyes pár, Ferenc és Svanilda, akik közös életükre készülnek. Egy nap azonban Ferenc szemet vet az egyik ablakban felsejlő lányra, Coppéliára. A férfi nem is sejti, hogy szerelmének tárgya valójában egy élettelen bábú. Ezért meglepődik, hogy a lány minden próbálkozása ellenére közönyös marad. A menyasszony Svanilda hamar rájön, hogy vőlegénye másfelé kacsingat, ezért okos cselhez folyamodik. A bábmesterrel szövetkezve elváltoztatja külsejét, és magára ölti a bábú ruháit, hogy becsapja a vőlegényét. És hogy sikerül-e a fondorlatos cselfogás, hamarosan kiderül.